Önök a Krónikát, az elmúlt hét híreinek összefoglalóját látják. Köszöntöm nézőinket! Újabb szakaszához érkezik az Y-híd építése. Vasárnaptól lezárják a híd Vörösmarty utca felé vezető ágát. Erre azért van szükség, mert elkezdődik a felüljáró bontása és az Y-híd alapozása. A lezárás miatt változik a 3-as és 3-as autóbuszok közlekedése, és autóval is csak a Tiszai pályaudvar felé lehet majd megközelíteni Martinkertvárost és Szirmát. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT szóvivője elmondta, a helyzettel tartósan be kell rendezkedni, mert ez a terelés szeptember 13-ától a jövő év márciusáig fog tartani. Terelésekkel és korlátozásokkal folytatódik az Y-híd építése. Ezzel látványos szakaszához érkezik a beruházás. Martinkertvárost és Szirmát szeptember 13-a után a Tiszai pályaudvar felé lehet majd megközelíteni. A Vörösmarty utcának egy 400 méteres szakaszát fogják lezárni, a Soltész-Nagy Kálmán utcától a Kisprúdi utcáig, és oda csak célforgalom esetében lehet behajtani. Jó hír azonban, hogy a közlekedők továbbra is fogják tudni használni a Kispalúdi és a Fasz-Ferenc utcákat mind a két irányban, illetve a vasúti átjárót is tudják használni Martinkertváros és a Kandó-Kálmán tér megközelítésének az érdekében. És az autóbuszok is a terelt útvonalon közlekednek majd. A változás a 3-as és 3-as autóbuszok útvonalát és menetrendjét érinti. Ugye a lezárás után nem tudunk mit tenni, el kell kanyarodnunk jobbra a Tiszai pályaudvar felé. Térképen mutatjuk a buszok módosított útvonalát. A Berzsanyi Dániel utca, illetve Szirma végállomás irányába a 3-as és 3-as járat is, a Bajcsi-Zsilinszky úti megállóhely után a Selyemrét, majd a Tiszai pályaudvaron állnak meg. Ezután a vasúti Sorompó megállóhelytől az útvonaluk változatlan. A Búzatér irányába pedig a 3-as autóbusz a vasúti Sorompó után a Tiszai pályaudvar épülete előtti leszállóhely felé kanyarodik, majd következik a Selyemréti és a Bajcsi-Zsilinszky úti megálló. A 3-as busznak a Selyemréti megállóig megegyezik az útvonala a 3-assal, utána viszont a vízügyi igazgatóságnál áll meg, innentől változatlan az útirány. Erre a helyzetre tartósan kell berendezkedniük a miskolciaknak, mert szeptember 13-ától a jövő év márciusáig fog tartani ez a terelés. Az Y-híd és a tehermentesítő a tervek szerint 2022 végére készül el. A jövő tavaszig tartó terelések és korlátozások után indul a második ütem. Minden valószínűség szerint a Martinkertváros felől, illetve az oda közlekedőknek rosszabb lesz a helyzet, mert vélhetően a befejezésig, tehát a 2022-es év harmadik negyed évéig le lesz zárva teljesen a híd. A 13,5 milliárd forintos fejlesztés az elmúlt évek legnagyobb miskolci közlekedési beruházása, ami jelentősen átrendezi majd a forgalmat. Várhatóan megszűnnek a reggeli és délutáni dugók, illetve könnyebben elérhetővé válik a Tiszai pályaudvar és az ipari park is. Megoldódhat annak a 80 fogyatékkal élő felnőttnek az elhelyezése, akiknek az Y-híd építése miatt kell kiköltözniük egy Martinkertvárosi nappali otthonból. A beruházás miatt a Váltó utcai épületet alig lehet majd megközelíteni, és szünetelhetnek a közüzemi szolgáltatások. Az intézményt üzemeltető alapítvány és az önkormányzat a napokban egyeztetett a kialakult helyzetről. A megoldás egy Forgás utcai jelenleg üresen álló városi ingatlan lehet, amit az önkormányzat a tervek szerint akadálymentesít majd. Munkagépek és jelzőszalagok látványos szakaszához érkezett az Y-híd építése. A munkaterület lezárása miatt a fogyatékkal élő felnőttekkel foglalkozó központ Váltó utcai épülete szinte megközelíthetetlenné vált. De az elmúlt napokban előfordult, hogy nem volt áram, és a vízszolgáltatás is szünetelt. Emellett a zaj is mindennapos lesz a következő hónapokban. Emiatt az intézményben lehetetlen lesz a felnőttek ellátása és foglalkoztatása. Kérem, fáradjanak be a nagy terembe! Ezért rendkívüli szülői értekezletet tartottak, ahol elsősorban a lehetséges megoldásokról tájékoztatták a hozzátartozókat és a fogyatékkal élő felnőtteket. Úgy tűnik, hogy van fény az alagút végén. Így fogalmazott Jakubinyi László, az intézmény alapítója. Az önkormányzattal történt egyeztetések és épületbejárások után úgy tűnik, hogy van egy ingatlan, ahova a munkák idejére át tudnak költözni a központ. Az éppen aktuálisan üresen álló vagy hozzáférhető ingatlanokat kellett az elmúlt egy-két hétben áttekinteni, majd kiértékelni, hogy körülbelül milyen munka
fázisokkal, milyen tartalommal kell ezt átalakítani. A legalkalmasabb egy Forgács utcai, jelenleg üresen álló oktatási intézmény lenne. Gyors tervezés és kivitelezés után ideiglenesen ide költözhetne a nappali ellátást biztosító központ. A rendkívüli találkozón elhangzott, az intézmény 12 éve működik. A fiatalok rehabilitációs foglalkozásokon vehetnek részt a 800 négyzetméteres épület termeiben. De akik képesek rá, dolgozhatnak is. A szülők szerint mégis az egyik legfontosabb dolog, ami miatt a gyermekeik szeretnek ide járni, az a közösség és a barátok. Nagyon-nagyon sikeres ez az egész intézmény, és ez borzalmas lenne, hogyha ez megszűnne. Ezt nem lehet megengedni a társadalomnak a mai világban. A fiatalokkal élők ugyanolyan emberek, mint az egészséges emberek. Gál Béláné lánya 12 éve, tehát a kezdetek óta jár az intézménybe. Már mindegyik műhelyben dolgozott, jelenleg a szövőműhely oszlopos tagja. Nekem, ha ez a fejezet véget érne, akkor nagyon rosszul érintene, mert akkor nem érezném magam hasznos részét a társadalomba, és akkor vége lenne. Nekem innentől nem lenne semmi. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez tovább is fog folytatódni a megszokott csapatommal. És mindenki ebben bízik, mint mondják, kitartanak, ameddig lehet, reménykednek a zökkenőmentes költözésben, de egyelőre sok a megválaszolatlan kérdés. A nagy kérdés az, hogy utána, ahogy a híd gyakorlatilag ráépül, vagy közvetlenül elépül az intézménynek, hogy utána is esetleg vissza lehet költözni, vagy lehet-e hosszú távon működtetni ennek az intézménynek a szakmaiságát. Az intézmény minden segítséget örömmel fogad. Már érkezett felajánlás, információink szerint az állami beruházó cég az intézmény költözése esetén egy egyéves bérleti díjjal, vagyis 12 millió forinttal támogatná a központot. A vállalkozások és a munkavállalók védelme a legfontosabb a kormány által kidolgozott gazdasági akciótervben. Erről György László gazdaság stratégiáért felelős államtitkár beszélt Miskolcon. Az államtitkár az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében tartott tájékoztatót a helyi kis- és középvállalkozóknak. Az államtitkár később a márciusban indított Kreatív Régió programról Miskolc polgármesterével is egyeztetett. Csak nem 20 Borsodabaúj-Zemplén megyei kis- és középvállalkozó vett részt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Innovációs és Technológiai Minisztérium közös szervezésében indított országos roadshow Miskolci állomásán. A tájékoztató egyik legfontosabb célja, hogy a döntéshozók képet kapjanak a magyar, köztük a Borsodabaúj-Zemplén megyei vállalkozások helyzetéről. Már részben megtörtént, részben folyamatosan történik a finomítása a 21-27-es Európai Uniós ciklusnak. Folyik egy kreatív régió, egy észak-kelet-magyarországi gazdaságfejlesztési program kialakításának, ami mögött szintén komoly források fognak megjelenni, tehát a projekt elképzelések is nagyon fontosak, hogy milyen irányba lehet ezt majd támogatni. Az államtitkár a tájékoztatón bemutatta a kormány által kidolgozott gazdasági akciótervet, melynek legfőbb célja a magyar vállalkozások és a munkavállalók védelme. György László továbbá értékelte a koronavírus járvánnyal összefüggő gazdasági intézkedéseket. Közel 1 millió munkahelyet érintettek a gazdaságvédelmi akcióterv beavatkozásai, intézkedései. Több mint 500 000 munkahelyet erősítettek meg a beruházás ösztönzési programjaink, és közel 240 000 magyarnak a foglalkoztatása az járultak hozzá a munkahely védelmi bértámogatásaink. Az államtitkárt a tájékoztató után Miskolc polgármestere fogadta. A találkozón a kormány által indított Kreatív Régió program miskolci célkitűzéseiről is szó volt. Nagyon fontosnak tartom az ilyen személyes találkozásokat, mint ahogy mondtam, minden magyar egyformán fontos számunkra, és ezért vagyunk nagyon kíváncsiak arra, hogy polgármester úrnak mik a fejlesztési elképzelései Miskolccal kapcsolatban. Átbeszéljük ezeket a kérdéseket, és megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk az észak-kelet-magyarországi fejlesztési zóna koncepcióba beilleszteni a miskolci szempontokat. A gazdasági program lényege, hogy egy Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc-Szolnok tengelyű észak-magyarországi gazdasági övezetet hozzanak létre, amely képes bekapcsolni a gazdaság, oktatás, kultúra, turisztika és sport területén megvalósuló fejlődésbe a határon túli területeket.
A Miskolci Egyetemen nyílik a Kreatív Régió térségi gazdaságfejlesztő program központi irodája. A kormány által indított kezdeményezés lényege, hogy a jövőben 4 megyeszékhely egymást segítve több fejlesztést is közösen tervez majd meg. Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza és Szolnok önkormányzata az erről szóló megállapodást még márciusban írta alá. Miskolc is összeállította a 2030-ig szóló fejlesztési terveit, amelyek jelenleg még egyeztetés alatt állnak. Ezt hívtuk Creative Region határtalan fejlődés munkanével illetük ezt a projektet. Március elején jelentette be Palkovics László, hogy egy észak-magyarországi gazdasági övezetet kell létrehozni. Debrecen, Szolnok, Miskolc és Nyíregyháza vezetői egy munkaértekezleten mutatták be, és aláírták az új övezet stratégiáját. Erre a 4 megyére és a határon túli területekre koncentrálva egy újfajta együttműködést szeretnénk létrehozni. Ennek abban van jelentősége, hogy most kezdődik ez következő időszak európai uniós támogatási rendszerének a kialakítása. Ott ezek a konstrukciók kifejezetten pozitívan tudnak szerepelni. Azt szeretnénk, ha mindenki profitálna az elkövetkező időszak eredményeiből, az eddigiekre építve. Palkovics László szerint az észak-kelet-magyarországi térség felkarolása nem csak a megyeközpontok, hanem a kisebb települések fejlődésére is pozitív hatást gyakorol majd. Végső célja pedig a gazdasági övezet népesség megtartó erejének növelése, infrastruktúrális, gazdasági és kulturális fejlesztése, versenyképességének erősítése. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy feladat előtt állunk. Július végén az érintett 3 nagyváros polgármesterét és a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárt látta vendégül a Lilafüredi palotaszállóban Veres Pál. A városok képviselői egyetértettek abban, hogy a rivalizálás helyett az összefogás a célra vezető. Azt a stratégiát, amelyet követünk, azt mondjuk úgy, hogy közkincsé tettük, hiszen abban vagyunk érdekeltek, hogy a régió együtt erősödjön. Meggyőződésem, hogy a régió versenyképessége szempontjából ennek kulcsjelentősége van, kulcsfontossága van. A kezdeményezés célja nem csak a megyék összefogása, hanem az is, hogy a határon túli területek is bekapcsolódjanak. Szeretnénk egy olyan szabad szemmel is jól látható, akár nagyobb külföldi befektők szempontjából is jobban értelmezhető gazdasági egységet kialakítani, ahol nem a városok külön-külön saját programjukkal, hanem a régió egészét tekintve közös programmal és közös elképzeléssel, a helyi hagyományokon, kultúrán, a közös múlton alapulva alakítják ki a gazdasági stratégiájukat. A többi közt a gazdaság, oktatás, kultúra és a turizmus fejlesztését szeretnék összehangolni. Az előkészítő munkában a városok összeállították fejlesztési terveiket 2030-ig. Amellyel elkészültünk az első változatban, és azt az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak átadtuk. Az első reakciók nagyon pozitívak, meg volt az első egyeztetés miniszter úrral is, és most a pontosításokon van a hangsúly. Nagy örömünkre Palkovics miniszter úr lesz ennek a régiónak, ennek a körzetnek a miniszterelnöki biztosa, a kormánybiztosa. Egy nemrég megjelent kormányhatározat szerint az együttműködés koordinációs irodája a Miskolci Egyetemen működik majd. Első lépésként a települések egy 10 évre szóló fejlesztési csomagot állítottak össze. Debrecen már megkapta az ígéretet egy csaknem 600 milliárd forintos fejlesztési összegre. Veres Pál polgármester nagyságrendileg Miskolcnál is hasonló összegre számít. Hazahozták a teljes kávé gyártását. A szikszói üzem 8 milliárd forintból bővítette gyártó kapacitását, ennek felét az állam finanszírozta. A piacvezető cég terméke korábban Németországban készült. A beruházással 50 új munkahelyet hoztak létre Szikszón. A most átadott üzemmel együtt a vállalat gyártási kapacitása meghaladja a napi 8 millió darabot. Futószalagon érkezik a teljes kávé. A gyártósorról óránként csaknem 50 ezer doboz gördül le. A terméket korábban bértöltésben Németországban gyártotta egy vállalat. Az új 11 ezer négyzetméteres üzem átadásával viszont immár itthon készítik a népszerű italt. A 3 változatban valódi arabika és robusta kávé kivonattal gyártott italaink már jelenleg is 20 országban kaphatóak. Többek között Romániában és Görögországban, ahol még Magyarországnál is rövidebb idő alatt vált piacvezető termékké. A 100%-ban hazai tejjel és magyar munkaerővel készült italgyártása 50 új munkahelyet teremt Szikszón. A cég alig egy év alatt vált piacvezetővé kategóriájában. Az új üzem átadásán Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta, bár a koronavírus
koronavírus járvány az egész világ gazdaságára negatívan hatott, de a magyar gazdaságvédelmi intézkedéseknek köszönhetően a magyar gazdaság nincs veszélyben. A magyar gazdaság még most a járvány a veszélyhelyzet kihívásai idején is működőképes, működik, a termelés nem áll le, az emberek dolgoznak, van tehát bizakodásra okunk. Magyarország kormánya a 8 milliárdos szikszói beruházás felét finanszírozta. A cég szemléletének megfelelően az új üzem is környezettudatos lesz. Ennek megfelelően a csomagolás csaknem 80%-ban újrahasznosítható. A most átadott üzemmel együtt a vállalat gyártási kapacitása meghaladja a napi 8 millió darabot. Közép-Európa a legmodernebb csillagvizsgálója épülhet fel Répás után. Virtuális űrutazás, 5D-s univerzum, interaktív élmény az egész családnak, ezt nyújtja majd az az új attrakció, amely több mint 1 milliárd forintos állami támogatással jövő nyárra készül el. A Bükki Nemzeti Park területén több fejlesztés is történt, szerdán átadták a Rejteki Kutatóházat, amely ettől a naptól már vendégeket is fogad. A világ különböző tájairól származó meteoritjaink lesznek. Nem csupán a csillagokat fürkészhetik majd az érdeklődők, hanem a Föld titkos kincseiről is többet megtudhatnak a Bükki Nemzeti Park új épülő attrakciójában. A Bükki csillagda 2021 nyarára készül el. Lesz itt távcsőkupola, lesz planetárium, lesz kiállítás, melynek a fő eleme az éltető napunk bemutatása, és természetesen lesznek VR élmények is, amit ki lehet próbálni a virtuális valóság elemeit. Az asztroturisztikai élményközpont csaknem 700 négyzetméteren épül fel Répás után. Az épületben több kisebb távcső mellett a többi közt egy 50 cm átmérőjű távcső hozza majd közelebb a csillagokat. A Répás utai építkezésen tartott sajtótájékoztatón Rácz András környezetért felelős államtitkár elmondta, az utóbbi időben egyre többen túráznak a természetben, ezért egyre több a fejlesztés is a nemzeti parkokban. Infrastruktúra hálózatot építettünk az elmúlt 10 évben rá. Méghozzá egy olyan infrastruktúra hálózatot, amelynek a működtetésével, üzemeltetésével mára-már a Magyar Nemzeti Park igazgatóságok a hazai ökoturizmus legnagyobb letéteményesei. Az ökoturizmus népszerűségéről beszélt Révész Máriusz is. Az aktív turizmusért felelős kormánybiztos kiemelte, az új attrakciók építése mellett a meglévő infrastruktúra fejlesztése is nagy hangsúlyt kap. Körülbelül 150 turistaház újult meg eddig, körülbelül 40 turistaház felújítása most is folyamatban van, ezért festettük újra az országos kék túrát, ezért helyeztünk el az erdőkben információs táblát, több mint 40 új kilátót építettünk, még egyszer ennyit felújítottunk. Az egyik ilyen felújított épületet szerdán már át is adták a vendégeknek. A Rejteki Kutatóház fontos bázis a Nemzeti Park Erdei iskolai hálózatában. A környezeti nevelés és a természeti ismeretek átadásának helyszíne teljesen megújult belső térrel, új födémszigeteléssel, víztakarékos fürdőszobával és felújított terasszal várja a természetkedvelőit. A Bükki csillagdáról és a Rejteki Kutatóházról bővebben a hétfői Miskolci Naplóban láthatnak bővebb összeállítást. Új épületbe költöztek a gastroenterológiai szakrendelések a megyei központi kórházban. Több mint 670 millió forintból szakrendelőket és vizsgáló termeket alakítottak ki, valamint eszközöket is vásároltak. A felújított helyiségekben a többi közt a gyomor, a bélrendszer és az emésztőnedvek elváltozásait kezelhetik. Ezek egyébként a megyében a negyedik leggyakoribb betegségnek számítanak. A fejlesztésnek köszönhetően pedig több vizsgálatot tudnak majd elvégezni, mint korábban. Az onkosebészeti és a belgyógyászati épületek közé tervezte Puskás Péter a gasztroenterológia épületét. A zöldmezős beruházást a kivitelező tavaly márciusban elkezdte, és novemberre végzett a munkákkal. Az ünnepélyes átadást a vírushelyzet miatt azonban csak később tartották meg. Összesen 508 négyzetméter, tehát nem nagy, de nagyon okos automatikája van, nagyon okos fűtésrendszere van, tehát energiatakarékos, a kórháznak a fenntartása is egy picivel kevesebb, mint egy másik épület részé. És amit kiemelnék, az orvosi gáz, vagy a különböző olyan ellátottság, amely már valóban alkalmas a mai orvosi gyógyításra. Az akadálymentes épületben korszerű betegvárót, szakrendelőket, vizsgálókat, vetkőzőket, kezelőket alakítottak ki, és orvosi eszközöket is beszereztek. Ez arra is alkalmas, hogy a vizsgálatok számát egy picit bővítsük,
Több vizsgáló helység áll lehetőség, rendelkezésre, van arra alkalom lehetőség, hogy párhuzamos vizsgálatok történjenek, és hát itt szeretném megemlíteni a szakrendeléseknek a jobb körülmények közé kerülését is, ami szintén fontos a munkánkban. A gasztroenterológiai rendeléseken a gyomor, bélrendszeri és emésztőszervek megbetegedéseit kezelik. Ha a Borsod megyei statisztikákat nézzük meg, akkor azt kell mondjam, hogy első helyen betegség gyakoriságban a szív- és érrendszeri betegségek állnak, második helyen a daganatos megbetegedések, harmadik helyen a mozgásszervi megbetegedések, és negyedik helyet foglalják el a gyomor-bélrendszeri megbetegedések. Évente több ezer endoszkópos vizsgálatot és több száz epeúti vizsgálatot végeznek az osztályon, és a szakrendeléseket is több ezren keresik fel. 5 éven belül 10 000 fát ültetnek Miskolcon. Az első 2 000 telepítését már most ősszel elkezdik, ebből 1 000 a belvárosba, Görömbölyre és Szirmára kerül. Ugyanennyit pedig az önkormányzati képviselők kérései alapján helyeznek majd ki. Egymás mellett sorakoznak a facsemeték a telephelyen. Hárs, tölgy és szivarfa, a körülbelül 1000 növényt a városgazda munkatársai nevelték. A többit egy faiskolából szerzik be, és azok is kikerülnek Miskolc közterületeire. A zöldföld lefedett városok részében Miskolc előkeljen áll, és szeretnénk ezt megőrizni, és ezért ragaszkodtunk ahhoz, hogy minden évben egyre több és több fát ültessünk ki, és lehetőleg olyan mennyiségben, hogy a kivágott fák pótlásaként is az jelentkezzen. Óvatosan emelik a fát a gödörbe. A Nagy Miskolc program részeként Veres Pál polgármester és a Városgazda ügyvezetője közösen ültették el az első fát Helyű Csabán. A program célja, hogy az elkövetkező 5 évben 10 000 fát ültessenek el városszerte, minden évben 2000-et. 1000 fát fognak a városgazda szakemberei elültetni a város különböző részein, olyan fafajtákat, amelyek jól bírják a városi létet. Ez ligetes beültetés jelent majd. A következő 1000 darabot pedig azt fogjuk kérni, hogy a képviselők tegyenek javaslatot, hogy hova ültessük, természetesen a lakosság kérésének megfelelően. Az első fák Görömbölyre, a Horváth tetőre, Komlós tetőre, a Szentpéteri kapuba, Szirmára, a belvárosba, Diósgyőrbe és az Avasra kerülnek majd. Hamarosan felújítják az Avasi Gimnázium tornacsarnokának tetőszerkezetét, ami a szakemberek szerint életveszélyessé vált. Az épületrészt emiatt csaknem 2 éve nem használhatják a diákok. A helyreállítás teljes költségét, mintegy 380 millió forintot az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja. A munkával várhatóan jövő tavasszal végeznek. Üres az Avasi Gimnázium tornaterme. Így van ez már 2 éve, amióta 2018 őszén észrevették, hogy a tető elkezdett elmozdulni. Ott közöttem van, itt meg már teljesen eltolódott. Igen. A probléma észlelése után az intézmény igazgatója azonnal jelezte a tankerületi központ felé, hogy baj van a tető szerkezettel. Egy nagyon hosszú mérés sorozat kezdődött el, amelyiknek az első része a veszélyességet állapította meg, a másik pedig a tervezésnek az alapja lett. Az Avas egy sajátos hely, tehát a geológiája olyan, hogy tehát kicsit mozog, nem vészesen, de ez a faszerkezet ezt a dilatációt ezt nem bírta. Ezért a teljes tetőszerkezetet újra kell építeni. Jöttek a famérnökök, a geodétát, bemérték, hogy hogy mozog az oldala. Szóval nagyon hosszú volt az előkészítése. Az Avasi Gimnázium tornacsarnoka 1985-ben épült, de pár év múlva már korrekciós beruházásokat kellett rajta elvégezni. Mostanra pedig szakemberek szerint életveszélyessé vált. Az egésznek a bonyolultságát jellemző, hogy csak a tervek 16,8 millió forintba kerültek, ezt a Miskolci Tankereti Központ teljes egészében saját költségvetéséből fedezte. A felújításhoz viszont segítséget kap az iskola és a tankerületi központ. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a helyreállításhoz 380 millió forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít. Az én számomra egyértelmű volt, de az emberi erőforrások számára is teljesen egyértelmű volt, hogy ezt a támogatást valahogy meg kell adni, és a forrás biztosítani kell, hogy a tetőszerkezetet megjavítsuk. A gimnázium tetőszerkezetének felújítása a tervek szerint jövő tavaszra készülhet el. Addig a gyerekek a jezsuita gimnázium tornacsarnokát használják. Ismét egyetemisták veszik szárnyaik alá a hátrányos helyzetű kisdiákokat. A tavaly indult Tanítsunk Magyarországért mentorprogram révén országszerte már több száz gyerek kapott tanulmányaihoz segítséget, akiknek az iskolai eredményei is látványosan javultak. A Miskolci Egyetem a programhoz most újabb önkénteseket toboroz.
Játékos foglalkozás a Tanítsunk Magyarországért nyári táborban. Az egyetemi mentorprogram tavaly ősszel indult útjára, melynek részeként az egyetemisták 7.-8. osztályos általános iskolás diákokat készítenek fel a továbbtanulásra. Üdvözletem, szólíts egy gyertyámat! A sikeresen elvégzett felkészítő kurzust követően egy hallgató maximum 4-5 kisdiákkal foglalkozhat. Kontrakincső már a kezdetektől részt vesz a programban. Mint tanárszakos hallgató, nagyon örült a lehetőségnek, hogy gyerekekkel foglalkozhat. Már az órákon megtapasztaltam, hogy nagyon-nagyon családias volt a felkészülés, annyira közvetlen volt mindenki, nagyon sokat tanultunk arról, hogyan kell a gyerekekkel bánni, miket tudunk alkalmazni, milyen módszereket, és nagyon sok játékot tanultunk, amit én nagyon-nagyon sok szeretettel alkalmazok, és nagyon szeretik a gyerekek. A Tanítsunk Magyarországért kurzus 4 alkalommal indul el egy fél évben a Miskolci Egyetemen. A résztvevők sikeres vizsgát követően az ösztöndíj mellett folyamatos támogatást és segítséget kapnak. A felkészítő képzésekre évről évre nő a hallgatók érdeklődése. Én azt látom, hogy nem az a 30 000 forintos ösztöndíj, ami mindenek előtt, bár ez sem elhanyagolható szempont, vonza ide fiatalokat, de tényleg azt tapasztalni, és ez egy nagyon jó érzés, hogy nagyon sok hallgatóban van társadalmi felelősségvállalás, hogy tényleg segíteni akarnak. Az önkéntesek toborzása folyamatos. A közös foglalkozásoknak köszönhetően az eddigi tapasztalatok alapján a résztvevő iskolás diákok tanulmányi eredményei javulnak. Azt látjuk, hogy azoknak a gyerekeknek az önbizalma, a céljainak, az álmaiknak az értelmezési tartománya kiszélesedett, az önbizalma növekedett, a céljaik azok kiszélesedtek, akik részt vesznek a Tanítsuk Magyarországért programban, szemben azokkal, akikhez még nem jutott el a program. Miskolc mellett a Pécsi Tudományegyetem, a Nyíregyházi és a Debreceni Egyetem is részt vesz a programban. Kedves nézőink, Önök a Krónikát, az elmúlt hét híreinek összefoglalóját látták. Én a Krónikát készítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A hétvége hátralévő részére kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Találkozzunk legközelebb egy hét múlva. Viszontlátásra!